Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Most ahhoz a szövő és kerámia üzemhez megyünk, ugye, ami 1950-es évek elején már működött. Igen. És én úgy olvastam, hogy legalább 150-200 ember dolgozott itt. Igen, hát ez volt valamikor a fő ipara a Gdanfolban, az is nevezetesség Gdanfolba. Sajnos, hogy a körülmények most úgy hoztak, hogy be van zárva, és eladásra van kínálva az épület, azt fogjuk akkor most megnézni együtt. Sajnos, hogy az időfoga az épületen az meglátszik, ahol... De még van remény, hogy újra... Igen, a székely ember szerint a remény hol meg utoljára, hát ez most éppenséggel pont az az időszak. Itt az önkormányzati úriemberekkel döntöttünk arra, hogy ha elfogadják az ajánlatot, amit tettünk nekik, akkor megpróbáljuk megvásárolni az egész területet a meglevő épületekkel, és... ami érdemes azt felújítani és tovább üzemeltetni. Tehát itt működött két részleg akkor, egy kerámia, egy fazekas műhely itt, és egy most szövő. Most ahol vagyunk, az a kerámia részleg, és az a mellettelem ez épület, a pedig a tussó épülete, az a szövőde épülete. Tehát itt volt a kerámia, itt 100-120 személy dolgozott, és mellette a szövőde, ami külön az itteni fejcsiki rakottasokat, mindeneket itt szőtték, sajnos az is már csak... múltban lehet beszélni róla. Úgy hallottam, hogy 2007-ben még megpróbálták újraéleszteni magánkezdeményezésben. Igen. Tehát volt egy 2007-es kezdeményezés, akkor alakítottak egy magánszövetkezetet, aki át is vette az egész régi szövetkezetnek a vagyonát, és próbálkozás volt, de valamiért nem vitatott okok miatt nem működött úgy, ahogy kellett volna. Reméljük, hogy nekünk jobban fog sikerülni, mint az új kezdeményezésnek. A fazekasság történetével kapcsolatosan mi az igaz? Koskároly szerint már a 18. században készítettek mázas kerámiákat a településen, más feljegyzések szerint azért a 19. században híresül el a falu úgy, mint a fekete kerámia, hát igen, a készítő falu. A fekete kerámia az a 19. század. Az, amit Koskároly leírt, abban lehet igazság, tehát azt nem tudta még senki sem megcáfolni, viszont a fekete kerámiát az a 19. századtól tudjuk. És híres is volt, nagyon sok fazekas volt Dánfolban, és egészen Brassóig, akkor az abban az idővel szekérrel, mivel tudtak, azzal szálltottak oda edényeket. Hogy alakult ki, hogy ezen a településen lett ennyire erős a fazekasság? Ennek köze van ahhoz, hogy talán a falu határában agyaglelő bánya is működött? Vagy a falunak a keleti részén nagyon sok agyagos terület van, nagyon jó minőségű agyagra bukkantak, tehát még az 1900-as évek elején már cserép és téglagyar is működött Csíkdanfolban, magán téglagyarak, amit szintén az 50-es években a kollektivizálás, úgymond kollektivizálás idején vettek el az egyénektől. Tehát két-három cserepgyárat. Van is egy olyan rész a falunak, amit úgy hívnak, hogy a cserepgyárak. Tehát akkor az alapanyag adott volt. Az alapanyag adott volt, nagyon jó minőségű agyag volt és van. És jelenleg is Van agyag. Akkor a bányászni lehet még. Igen, a bányászni. Bányahelyek megvannak, még lehetne, tehát még ezelőtt jó pár évvel, 10 évvel még a fennmaradt egyének azok még próbáltak magánúton itt bányászni valamennyi. Most kihez megyünk? Ki az, aki még a faluban fazekasságot hát most, aki még jelen pillanatban műveli. Itt Csíkdanfolban dolgozik, az Vízien, ő is itt dolgozott, itt tanulta a szakmát, de azt majd remélem, hogy ő el fogja mondani, felvegyünk hozzá, mai napig is dolgozik, és... ami még jó, és mellett az, hogy minden egyes táborban ott van, és próbálja a fiataloknak bemutatni, próbálja népszerűsíteni ezt a mesterséget.
Ugye? Jó napot, jó munkát. Jó napot, jó napot. Csiszolás. Ugye? Éppen igen, a csiszolással. Igen. Foglalkozik. Ez tessék már a leülni. Száradás után van? Ez igen. Ugye igen. A száradás után szabad csiszolni. Hát meg kell száradja. Tökéletesen. És hát ebből fekete lesz. De mert hogy Dánfalva a fekete kerámiáról híres? Ide elő is készített így, nekem egy fára. Hát akkor kezdjük is azzal, hogy hogyan készül a fekete kerámia. Hát a korongozás, az agyag az ugyanaz, az égetés az változik, meg a fényezés. Itt most, ahogy megcsiszolom, utána kap egy fényezést, kecskerágófával, ilyen-olyan kövekkel, és kétszer kell megfényezni, és akkor úgy már mehet a kemencével. És a füstöléstől lesz fekete? Igen, hogy igen. Hogy beszorul a füst, igen. És az feketíti le meg, volt a kép, ugye? Le lesz zárva, végén. Le van zárva. Ön még dolgozott a szövetkezeti üzemben? Mert éppen onnan jövök, megmutatta nekem a polgármester, hát ott tudni való, meg hát el is beszéltük a polgármesterrel, hogy ott valamikor 150-en is dolgoztak. Bizo. Hát 28 évet a fiatal korban, a legszebb éveket ott töltöttük. Jó munkahely volt. Jó, normálra kellett, de kétváltás, délelőtt, délután nem kellett navétázni, nem kellett buszra szállni. Sokszor elmondtuk, hogy férj-feleség karonfogva sétáltak az üzembe. Akkor sok fazekas volt Dánfalván. Hát ezek... Vagy ingáztak is a környező települések körül az üzembe? Nem. Akkor mind helyiek dolgoztak. Innen, mind helyiek, igen. És hányan folytatják, vagy tartották meg a mesterséget, mint ön, hogy ma is műhelyek? Hát nincs senki már. Senki már? Senki már, sajnos nincsen. Hát még egy kollega volt 2 éve, hogy ők is visszaléptek, nem tudták eladni már. Akkor a piac megszűnt? Olyan termékeket csináltak, hogy annak már nem volt keletje. Akkor történt egy változás, a piaci igények igen. Már más. Mit kér ma a piac? Hát mi az, amit ma még könnyen el lehet? Inkább a használatit. Feketénél az a baj, hogy ez egy idő után elengedi a vizet. Átengedi. Akkor inkább dísztárgyként lehetne. Inkább dísztárgy, igen. Uh-huh. És... ha nem alkalmazkodol a piac után, akkor nem megy. Ez azt jelenti, hogy a fekete kerámiát már ön is kevesebbet készít, mivel hogy nem tudja eladni? Egyre kevesebbet, igen. Egyet égetek, vagy tavasszal, vagy ősszel, és az kitart egész szezonban, egész nyárban, és akkor utána, ha kereslet van, akkor megint. Aztán jönnek az emberek, hogy ilyen volt, olyan szép volt, lehet-e csinálni? Ha persze, ha mindent lehet. És akkor olyan csinálunk, amilyent kérnek. Motivumokban látom, hogy a régi tulipán motivumot használja, ugye a virágmotivumok voltak jellemzőek, igen, illetve igen. A madár motivumok a dánfalvi kerámiára. Hát ez itt 4 vagy 5 féle virággal díszítünk, tulipán, szegfű, margaretta, havasi gyopár. Másik erőssége a településnek, igen, hogy itt őszi állatvásár van. Tavasszal van kiállítás. Tavasszal kiállítás, és ősszel pedig áll fejtségi vásár. Te volt? Honnan jött, hogy felvállalja ezt a
kereskedelmi szerepet, úgymond a település? Hát a legnagyobb állatlétszámmal rendelkező település Felcsíkon. Dánfalva? Dánfalva, igen. Akkor adott. Azért volt adott, tehát elég sok gazdánk van olyan, aki elég nagy létszámba tart. Tehát ilyen 50-60 fős farmok vannak, több is. Tehát ilyen 5-10 között a nagyobbak. Akkor nem csak mangalicát tenyésztenek a faluban. Nem, a mangalica az kuriózum, az egyedi az egész Felcsíki részén, de a szarvasmarhában is a... Most egy kicsit dicsekedjünk is, a legszebb állomány és a törzskönyvező állománynak legtöbb itt van Dánfalva. Innen adódott, hogy volt egy erős gazdaszövetkezet, van egy jól működő gazdaszövetkezet, és azt próbáltuk segíteni, ezeket a gazdákat próbáltuk még segíteni abban, hogy sikerüljön piacra törni. Úgymond. Bekerült a körforgásba? Honnan jönnek? Jönnek a környező vidékekről is a vásárra? Hát ugye elég nehézkés ez a vásár. Tehát az állatokat mozgatni papírral, mindennel. Viszont kevés a lehetőség, mert ma már az állatpiacok megszűntek. Ez a legnagyobb probléma, hogy megszűntek az állatpiacok. Ezért próbáltuk, ezért volt az elképzelés, hogy jöjjünk a gazdák segítségében egy ilyen dologgal. Gazdák jó szíven vették, mellénk álltak, most már jól befuttatott dologról van szó, érdeklődés nagy van. Van úgy, hogy állat kevesebb van itt jelen, viszont a gazdák itt vannak. Tehát az a találkozás, a felvásárló, kínáló között megtörténik, ha mindjárt az állat nincs jelen is. Vannak vörös mangalicák, én azt úgy olvastam, hogy ritka. Ritka, igen, de nem annyira. Nem annyira. És a fekete, ez nem ez a fecske... De, pontosan. Fecske farkú? Fecske farkú, és van a... Ó, hát egész profi lettem a mangalicákból, pedig csak egy órát szörföztem az interneten, és van akkor a szőke. A szőke. Igen, ez a három típusa van egyébként a mangalicának, nem? Nálunk inkább a vörös meg a szőke, ami nagyobb jellemző. De hát jellemző is volt egész Magyarország, régi Magyarország, a történelmi Magyarország területén, ugye hiszen őshonos állat a mangalica. Én úgy tudom, hogy Erdélyben azért most kevesen foglalkoznak a tenyésztésével. Nem is éri meg. Azért, mert két év kell, amíg felhízlalható? Kétszer annyi idő kell, mint egy rendes disznónak. Ha csak azért, hogy itt kint ledolgozzak, nem úgy van, hogy be van zárva egy boxba, és ott fájlődik. Két négyzetméteren leíli az élet itt. A sár, a hó, a hideg, legnagyobb a hideg, hideggel van gond, mert télen is itt vannak. De nem kompenzálja, hogy keresed? Hát most nagyon divatos, meg kuriózum, hogy mindenki mangalica húst akar vásárolni, aki megteheti, vagy mindenképpen legalábbis a gasztronómia területén az azért felkapott. Vagy ez csak a reklám? A reklám, és az a baj, hogy az emberek nem engedhetik meg maguknak. Mert hogy drágább a hús? Drágábban kell ad jóval, és inkább megveszik a kauflandos. Tehát a bevásárló központokban kapható olcsóbb, de rosszabb minőségű, vagy legalábbis gyengébb minőségű húst. Mikor ennek a szalonna most 30 láj mondok egy állat kilóba, és Kauflandba 12 láj megveszik a karajt, akkor miről beszélünk? És ezek is Magyarországról hozott, mert úgy tudom, hogy annyira megszűnt egy idő után Erdélyben a tenyésztésük, hogy most már aki neki fog, az Magyarországról hozza az állatokat. Ezek már mind itt születtek, én onnan hoztam, ott kezdtem, azok már kihaltak már. Mikor volt? 2011-12 körül? 11 körül hoztam, igen, a kocákot bele, azok már nincsenek. De ezek mind itt lettek ma nálunk. Én azt hittem, hogy a szabadtartás az nem egy ennyire komoly dolog, hogy itt a fák közt ennyire szabadon, sőt, még van nekik vizes terület is, ahol nyugodtan dagonyázhatnak, hanem azt hittem, hogy kimért gyepes terület, de igénylik, hogy fák legyenek körülöttük? Hát a sár a lényeg, a dagonya. A sár azért az a víz, elsődleges. Hogy mindenképp patak legyen a területén, tudod, hogy tudjanak abba a dagonyázni. Kicsik megbánt vannak az épületben, azok a malacozás azért nem kint van, nem kint történik, hanem bánt, mert itt egymást megeszik. Agresszívek? Milyen a viselkedésükben? Nagyon agresszívek, igen. Ez azt jelenti, hogy akár az mikor emberre ideg, is... Emberre nem annyira, de idegen disznó kerül be, vagy maga köztük is, mikor például... Az anyadisznót visszaengedem közéjük malacozás után, akkor azt kell védeni, mert megölik.
Sok lekvárt és szörpöt készít a családnak? Igen. Sokat készítek, mint az itt levő gyümölcsökből, amit begyűjtünk az erdőről, havasokról, vagy éppen megtermesztjük. Termesztenek is ribizlit? Igen, ribizlit. Nem olyan sokat, de amennyi szükség, annyit termesztünk. És a maga a lekvár és a szörp készítése az édesanyjától, nagymamától honnan maradt a hagyaték? Hát édesanyja, tehát a gyermekkorunk gyümölcse ez, mert akkor úgy gyűjtögettünk áfonyát, málnát, és odahoza édesanyám megkészítette, megfőzte, és ez volt a lekvár. Nem volt, hogy megyünk a piacra, és veszük a gyümölcsöt, és abból készítünk, hanem amit az erdőről gyümölcsökből készítettek. És akkor azt a receptet használja, amit az anyukája mellett megtanult mai napig, vagy fejlesztette? Hát azt a receptet is fejlesztettünk is valamit, ugye, mert pontosan nem azok az a cukor van, de általában barna cukorral. Vagy barna cukorral készítik? Igen, igen. Ó, hát az nagyon jó. És répacukorral azzal készítjük a lekvárokat, szörpöket. Hogyan jött az ötlet, hogy eladásra is készítsen? Hát megalapítottuk ezt a Székelykonyhai Egyesületet, és akkor megkezdtük ismertetni az emberekkel, ilyen kisebb vásárokon, és onnan jött az ötlet, hogy volt igény rá, hogy kértek, és akkor kezdtünk árulgatni is belőle. Úgy látom, hogy zakuszkát is készítettek. Igen, azt is készítettünk. Ez melyik típusú zakuszka? Mert ugye ezt is lehet gombával, babbal, van, aki padlizsánnal, önök hogyan készítik? Hát ebben padlizsán is bab van, csak nincsen gomba. Tehát gombát az külön készítünk ilyen. Vagy savanyúságnak, rókagomba, ez ugye? Nem savanyúság. Nem, azt hittem. Ez nem savanyúság, hanem bármilyen. Tehát ezt használható, akár paprikás lehet belőle készíteni. Igen. Forrázva van? Igen. Forrázva teszik el. És ezt mind úgy gyűjtsük be. Akkor sokat járják itt az erdőt, a környéket. Igen, hétvégén. Az a legszebb dolog ebben, amikor elmegyünk is. Leszedjük. És legalább tudják önök a lelőhelyeket, mert azért ma már nem mindenki tudja, hogyha áfonyát akar szedni, akkor hová menjen. Önöknek már kialakult, hogy igen. Melyik hónapban, mikor, hová mikor, lehet. Hova, igen. A környéken igen. Mi az, amit a legkönnyebben lehet találni? Akár a sima erdőjáró ember is rábukkanhat. Hát gombát lehet azt is, ha megfelelő időben, mikor esik az eső, vagy... Tehát amikor melyik gombának van meg. Nem mondjuk mi általában a rókagombát és a csipérkét és a hiripet, a három gombát gyűjtsük. És a gyümölcsökből? A gyümölcsökből tudjuk a piros áfonyát, amikor kell menni. Hát azt a madarasi harkitán gyűjtsük, vagy a fekete áfonyát is, a málna is. Tehát az nem mindig ott van, ahol, tehát minden évben, hanem egy 4-5 évig egy helyen van, és azután pedig már ott felveszi az ültetet. Akkor már ott, ahol kivágják az erdőt, és saját magától nő ezek a szeder vagy a málna. Hát ez egy jó foglalatosság, mert sok természetjárást igényel.